A magyar mellett szerb, szlovák, német, román rendszámú motorokkal is lehetett találkozni a 22. karcagi motoros találkozón. Igaz, jóval kevesebbel, mint amennyit megszokott Karcag lakossága. 300-350 résztvevő érkezett a kempingbe, hogy a hagyományos motoros élvezeteknek hódoljon. Ez nagyjából harmada annak, ahány motoros minden évben tiszteletét teszi a Nagykunság fővárosában. És bár már az első napot alaposan megáztatta az ég, mind a négy koncertet meg tudták tartani. Szerencsére addig pont kihagyott az eső, bár dagonya volt a színpad előtt, de az a néhány száz ember, aki ellátogatott hozzánk, nagyon lelkesen jól érezte magát. Eddig minden programot meg tudtunk, tervek szerint meg is fogunk tudni tartani. Igaz, hogy most így nagyjából másfél órával a felvonulás előtt folyamatosan szakad. Hát nem tudjuk, hogy lesz-e érdeklődő, sajnos nagyon kevés motor jött. Az időjárás miatt számos betét program elmaradt. Annyira felázott a talaj, hogy baleset veszélyessé vált, így a roppant népszerű kamionhúzást a szervezők törölték a programból. Mint ahogy a Zádor hídig tervezett közös motortúrát is. Viszont nem is igazi motoros az, aki nem optimistán áll a helyzethez. A szervezők szerint örökké nem eshet, ha az idei találkozót szétverte az eső, a jövő évit biztosan nem fogja.